Dusan Jovin, 65 éves csókai lakos, több mint két héttel ezelőtt indult útnak otthonról kerékpárjával Zenta irányába. Amikor már három napja nem érkezett hír felőle, veje Alexander Kásik a rendőrségen tett bejelentést eltűnt apósa ügyében. A család elmondása szerint az elhunyt végtelenül jó ember volt, akinek egyetlen ellensége az alkohol. Osjerenčitlan še ali tulag i to szállt fel a kerékpárra. para. Sad tu završio posao u Vinogradima gdje je radio, pa sad možda ošao negdje drugo da traži posao. Ali međutim nije imao para kod sebe i to nas je najviše jer kad imao para onda je znao da pije. Čim bi imao para, on bi pare pio. Onda smo znali di je A holtestre az út melletti Sólyom farm kutyái bukkantak rá. A kutyák ugyanis szoba délelőtt egy emberi karcsonttal tértek vissza a gazzal benőtt útmenti árokból. A farm dolgozói természetesen érezték a hetek óta bomlásnak indult testből áradó bűzt, ám azt az út túloldalán heverő állati tetemnek tulajdonították. A farm tulajdonosa Búza Tibor először a csont kidobására utasította a dolgozókat, ám a csont formája hamar gondolkodóba ejtette amint láttam, hogy viszi a kezébe, föltűnt az a, a anatómiai formája, ami emberi karra emlékezett, vagyis egyetlen egy ö, körülöttünk lévő állatnak sincs dupla alkarcsontja, csak az ember szabásoknak, és miután kivitte a, a mondjam úgy, a szemétre, nem hogy nyugodni a dolog, visszamentünk és megkerestük. Megkerestük a házon kívül, ahol lerakta, hogy ahonnan is gondoltuk, hogy származott, és rájöttünk, hogy ez, ez tényleg egy, tényleg egy humán. A holtestet a helyszínre érkező rendőrökkel együtt kutatták fel, ám a kutatást nagyban nehezítette az árokban elburjánzott sűrű nád, illetve gyalogakát. Buzatibor felháborítónak tartja, hogy a karbantartók hanyagsága miatt olyan út mellett közlekedik, ahol 20 napon át képes rejtve maradni egy holttest. A mögöttem látható két méter mély árokban bukkantak rá a szerencsétlenül járt férfi holttestére. A baleset körülményeiről a rendőrség egyenlőre nem nyilatkozik. A holtestet további kivizsgálás céljából az újvidéki Korbonstani intézetbe szállították. A vizsgálat eredményei a napokban várhatóak.